óriási hangulattal, illetve óriási tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket a Puskás Arénából, és hát milyen párosítással búcsúzna a Puskás Aréna az Európa Bajnokságtól, mint egy Európa Bajnokság 8-döntője Spanyolország Belgiummal. Hát mind a két csapat nagyon gőzerővel készült erre a találkozóra, még hát még a nemzeti himnuszokat hallják, nézzenek körbe a Puskás Arénában, és hát a kilátogató szurkolókat is, hogy mekkora elánnal vetették be a Puskás Arénába. Hallgassuk meg a himnuszokat. És mivel akkora óriási hangulat, hát hallgassák meg Imre kollégát is, akivel együtt kommentáljuk itt a Jó Reggelt Puskás Arénában ezt a gyönyörűséges találkozót. Hát el nem múló szeretettel köszöntök természetesen mindenkit én is. Sajnáljuk, hogy a miénk nem lehetnek itt elsősorban, ugyanis ma mi játszanánk ebben a stadionban, ugye? Ez nem adatott meg. Ezzel szemben viszont a spanyol-belga összecsapás az összejött, egy nagyon jó kis mérkőzésre van kilátás, az ide látogatók biztos, hogy nem fognak unatkozni, reméljük, hogy mi sem, és tényleg egy jó gólzáporos mérkőzést láthatunk majd, egy hasonlót, mint a svéd-angol aláírnánk, azt hiszem. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert hát mind a két csapat egyébként meglepő eredményeket produkáltak a csoportmérkőzésükön, hiszen azért a spanyolok, amilyen jól kezdték a csoportjukat, úgy egy kicsit úgy visszafelé is sikerült süllyedniük, mint a belgáknak is, ahol éppen most kezdenek el éppen támadni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Ha jól tudom, akkor a spanyolok a második helyet érték el a csoportjukat. Igen. A belgák meg viszont... ők azt hiszem csoport elsők lettek. Ők is... Hó, egy helyzet! És közben újra egy óriási lehetőséget láthattuk, miközben a lassítást nézik. Én közben néztem a statisztikákat, úgymond, hogy mi volt a csoportokban. Hát Thorgan Hazard eltalálta. Eden Hazard ugyebár nem lehet itt a kispadnál, hiszen ő megsérült az előző mérkőzésen. De majd meglátjuk, hogy... mennyire bírja egyébként, de lehet, hogy nem annyira súlyos a sérülése. Hát sajnos Thibaut Courtois ugye azt nyilatkozta, hogy 10 napig nem edzhet a csapattal, szóval legjobb esetben is az elődöntőben látjuk őt újra pályán. Ha tovább jut Belgium természetesen. Persze. Nagyon sok szurkoló egyébként nagyon... hát hogy mondjam, de közben nézzük Morátát. Morátá! Courtois! Hát Courtoisnak nem lesz könnyű gólt lőni. Könnyű neki nem. Szóval a szurkolók nagyon nem meglepődve fogadták azt, hogy Eden Hazard a belga válogatottban ugyanúgy sikerül neki jól játszania, és a Real Madridban meg viszont nem tud annyira jó formába rendülni. Hát megmondom őszintén, hogy azért a belga válogatott meg a Real Madrid között szerintem óriási a különbség. Na nézzük Dani Olmót. Hát a játék stílust illetően mindenféleképpen. Na nézzük Mertens. Ajaj. Szabadrugás. Vertonghen. Azért 4-0 sikere nem lehet mondani egyébként a belgákra, hogy megint olyan kiütéses győzelmet aratának a 8-an döntőben, mint 4 évvel ezelőtt. Jó az ötnek is, barátom. Jó az ötnek is. Hát meglátjuk, hogy melyik csapat lő több volt. Hát 5 év telt már el azóta a magyar. Persze azóta már ott is egy generáció nő ki lassan. A belgáknál is. Kicsit ők is most feljöttőjek a falakat. Ó, mekkora keresztlabda volt az. Munir. Mertens. Az nagyon jó. Munier. Most a beindüléssel. Ja nem. Munir. Munier, még mindig nála van. Munier. Szép passz, Lukaku. Lukaku. És egy fordulás. Bortofordulás! Az Unai Simón. Micsoda védés. A spanyol kapustól. Na nézzük Mertens, ugyebár a belgák egy nem kiütéses győzelmet arattak a csoportjukban. Ott nagyon jól sikerültek a cserék egyébként.
Igen, igen. Igazából A nem dánokat... mondjál meg, mert te kommentáltad azt a meccset. Igen, Dániát nagyon-nagyon nagy arányban ütötték ki, ugye? De Dánia is itt van velünk, úgyhogy ő nekik is minden előtt a javításra. Ugye hát ők ugye utána az oroszokat kapták el rendesen. Na nézzük, Torgen Hazard. Vertonghen. Ha jól tudom, a Dortmundban játszik Torgen Hazard még mindig. Igen. BVB. Meghatározó csapata. Csapattagja. Carrasco. Torgen Hazard. Carrasco. Aktívabbak a belgák. Tielemans. Torgen Hazard. Tielemans. Tielemans. Lukaku. Szép játék, Lukaku. Lukakut nehéz lesz felborítani. Munir, Lukaku. És aztán nem jó az labda átvétel. De viszont marad a belgáknál. Lukaku. Unai Simón. Hát már hányadszor mondjuk azt, hogy ez a negyed döntő egyelőre a kapusoké. Hát ez a nyolcad döntő egyelőre még az. Igaz, nyolcad döntő természetesen, de hát a lényeg az, hogy tényleg a kapusok tornája. Unai Simón védi ezt a próbálkozást. Na nézzük. Mertens. Így veleti be, 36. perc, Unai Simón jön, de csak öklözni tud, Torgen Hazard. Torgen Hazard kettő spanyol védőt is becsal. Munir, Mertens, Carrasco, Tielemans. Nagyon jó, Lukaku! Unai Simón. Hibátlanul. A csoport mérkőzéseken Spanyolország, Luis Enrique mind a két kapust, Unai Simón, illetve De Gea-t is felváltva. Kezdte, és hát úgy tűnik, hogy Unai Simónnal van megelégedve a spanyol kapitány. Hát nem mondom, nem feltétlenül mondom, hogy ez egy rossz döntés, egyelőre bizonyít a kapus. Marcos Llorente, ugye már az Atletico Madridnak a játékosa, nagyon jól játszik. Gerard Moreno adja be. Denayer kifejeli. Torgen Hazard, hátra Denayernek. Hát nagyon jó eddig. Nem unatkozhatunk az első fél időben. Nem. Egy kicsit megmondom őszintén, eddig ez az összecsapás, miközben fél időhöz érünk 0-0-val. Szóval ez az összecsapás eddig talán a török-osztrákra emlékeztet leginkább engem. Engem is, mert ott 0-0 volt sokáig, a 111. percig, utána eldöntötték a mérkőzést. Na meglátjuk, hogy mi lesz. Fölényben futballozik eddig egyébként a belga csapat, több helyzete is volt, többet is birtokolja a labdát, és itt is egy picit pedig jobban kezdtek a spanyolok a mérkőzés legelején. Na, nézzük az első félidőnek a összefoglalóját. 6. percben rögtön egy Mertens kísérlet. Hát, rögtön. Már egyébként már a kapuja előterébe szorítja a belga a spanyolokat. Itt viszont Romelu Lukakunak volt lehetősége, de az Internacionale játékosának nem jött össze egyenlőre hát, a gól. Annyi biztos, hogy Lukakuval fizikailag nagyon nehéz felvenni a versenyt, nagyon erős. Mert nagyon nehéz, mert testi adottságaitól is látható egyébként, hogy nehéz. Azért is mondtam, hogy nehéz lesz feldönteni őt, hogyha valaki el akarja dönteni, de nem lehet. És ennyi is volt. Az első pedig összefoglalójához. Hát nem tudom, hogy Martínez a belgák kapitánya cserére szánja magát, de szerintem nem fog cserélni, mert azért meglátjuk, hogy mi lesz. De, belenyúl, ha jól látom. Carrasco helyett De Bruyne lép majd pályára. De Bruyne ugyebár kihagyhatatlan a belga kezdőből, eset a kezdő, eset így a belga válogatottból, mint ahogy a Manchester City-nek a játékosa is. Közben megkezdődött a második 45 perc. Thiago is beállt. Cseréltek, miközben Thiago jött fel Pedri helyére. Úgyhogy látszódik, hogy Luis Enrique sincs megelégedve a spanyolok játékával. Igen, ő ugye a középpálya közepére cserélt, míg a belgák inkább a támadó sort erősítették. Igen. Morata. Ajjaj, ez helyzet lehet ám. Pino, Morata. Ajjaj, mit csinál Denayer? Courtois-nak van lehetősége kivédeni, és hát, ki tudta védeni. Hát kérem szépen, Denayer itt mit művelt? Meg mi volt ez a védés Courtois-tól? Itt a védelem lefogy. Aztán Courtois a hős! Courtois kiszolgáltatott helyzetben volt. De megoldja a Real Madrid kapus. Na nézzük. A birtoklási arányban továbbra is a belgák ők birtoklásra többet adott. A beadása volt rossz. Most a beadás Courtois.
Hát ő neki tényleg nehéz lesz túljárni a leszén, de hát Unai Simonnak se lesz egyszerű, a Bilbao kapusa is nagyon jól véd. Lukaku felé. Nézzük, Rodri. A Dinájer egészen egyszerűen elaludt az előző kísérletnél, nem tudom, hogy rosszul lehet-e, elég nagy hőség van itt azért, ezt tegyük hozzá. Thiago, hát elég ilyen nagy. Lehet, hogy a pesti... 29 Celsius fok. Ez a budapesti hőség ennyire meg tudja viselni a játékosokat? Hát ennyire úgy tűnik, igen. De Sevillában is nagy volt a hőség a Svédország elleni mérkőzésen, de mégis sikerült győzniük a spanyoloknak. Jansu Fati góllal. De Bruyne, na nézzük. És... Nem megy be! Nem gól. De csere lesz, de Denayer cserét kér, és Boyata érkezik. Na nézzük, hogy Boyata hogy fog teljesíteni. Ajj, az a Lukaku fejes hajszálni van. És alig, hanem itt tényleg valami kisebb fajta rosszul lét állhatott elő, hát milyen a jobbulást? Újabb belga szövet. Kifejelik. Milyen a jobbulást Denayernek? Tilleman. Meunier. Ő kérte egyfolytában a labdát. Lukaku. Megint a Lukaku. Lukaku fordul le, belelövi a védelembe. És el. Most jön a tiki-taka a Luis Enrique módra. És Lukakura külön emberfogást kért. Azt és nagyon is kell az emberfogás, mert ugye már Lukakura nagyon kell figyelni. Igen, igen. Thiago. És hogy a friss belső a védő a belgáknál. Rodri, Thiago, Jordi Alba. Na nézzük. Dani Olmo. Olmo. Én mindig ő, Jordi Alba. Dani Olmót a... Dani Olmónak volt egyébként meghívója a horvát csapattól is, ugye ő gyakorlatilag az egész tinédzser korszakát Horvátországban, Zagrebben töltötte végül a spanyolokat, választotta! Az levágódik és Lukaku megy a kapu irányába! Lukaku indul, meg nagyon dörötte a 69. percben, Lukaku. Ki jön Mertens. Na nézzük. Most indul egy nagyon nagy pontot elmondás a belgáknak. Mertens a beadással és kifejelik. Jönnek ám a kontratámadások a belga részről, és újabb csere, miközben Munierért jön le, és jön fel Castinho pályára. Kastály. Ez amikor Ojar Zabal érkezik a pályára, az az Ojar Zabal, aki a Real Sociedad játékosa. De hát a hírek szerint nagyon közel van a váltáshoz egyébként az Atletico Madrid vinni. Hát mi meglátjuk. Ajaj, Lukaku! Megint nincs 11-es! Megint a kapus Romero Lukaku, de nem tudta belőni. És jön Gerard Moreno helyére Pablo Sarabia. Pablo Sarabia nagyon jó szerepet szán Luis Enrique, mert ő is nagyon jót játszott az utolsó csoportmeccsen. Ajaj, hát tényleg nagyon gyorsan történt a csere. Nagyon jó meccs, azt kell, hogy mondjuk. Mertens. Gól nincs, de nagyon jó a meccs. Megint ugyanaz a helyzet, mint a török-osztrák meccsen. Ajaj, Sarabia. Oké. 74. percben vagyunk 0-0-nál. Pablo Sarabia. Ő húzogat! Adatás. Közeledünk a 2x15 perc felé, hát a Puskás Aréna nem a... Gólt, én megemelném a kalapomat. A Puskás Aréna... A kánikula ellenére nem hordok kalapot. A Puskás Aréna nem akar egy hamar búcsúzni az EB-től. Hát nem akar, mert annyira nagy a hangulat itt. Döbröny, Torlán Hazard, Döbröny. Én megmondom őszintén, szívből remélem, hogy lesz itt még 2x15 perc, mert élvezet nézni ezt a meccset. 10 perc van hátra a rendes játék időből, kedves nézőink, és gól nincs. Alderweireld. Folyamatosan változnik a két mester instrukciója. Egyszer támadás kérnek, egyszer védekezést, folyamatosan másnál van a labda. Thorgan Hazard. Most éppen támadást kér Roberto Martinez. Lukaku. Ah, be a védelembe. Hú, de szép volt, Boyata. Fertongen. Közeledünk a rendes játékidő végéhez. Gól egyelőre nincs, de annál jobban a játék képe. Hát most már, én inkább azt mondom, hogy most már ne legyen gól, mert nagyon-nagyon nagy csapás lenne a vesztes számára, hogyha itt a 90 alatt buknál. Hát nem is nagy izé lenne, nagy pofon, hanem... Hanem óriási. Torgan Hazard. És jól szépen. Látom, jól látom azt, hogy Eden Hazard elmegy melegíteni. Igen, úgy tűnik, mert ez... Unai Simon.
És hogyha hosszabbítás lesz, lehet, hogy magára tud vállalni 2x15 percet egy kis rizikó mellette Eden Hazard. Nagyon úgy fest, nagyon elszánt a kispad mellett. Úgy tűnik, hogy Martínez úgy kérése ellenére, hogy ugyebár itt hallom, hogy a belga kispad így, hát nem tudom, hogy mondanám ezt, mondja Eden Hazardnak, hogy ne álljon be, de már mindegy. Eden nagyon-nagyon elszánt, és hát tényleg óriási harcos, ha a nemzetéről van szó. Kettő perc hosszabbítás az utolsó, tehát az rendes játékidő végén. Mekkorát harcol a saját országaért ez a srác? Mertens. Nézzük, lesz-e dráma? Na nézzük, Thorgan Hazard. Már csak egy beadást kellene. Le fogja fújni. Így, most. Most már igen. És itt a vége. Hát kedves nézők, unatkozni nem unatkozunk. Úgyhogy ezzel a rendes játékidőnk végéhez közeledik, és kezdődik egy újabb 2x15 perces hosszabbítás. És a Real Madrid mentes spanyol válogatott helytáll. Igen. Na nézzük akkor azt a... Mielőtt még rátérnék a 2x15 percre. Nézzük meg azt a... rövid összefoglalót. Hát különösen a másik fél idő hozott nagyobb pörgést, én úgy érzékeltem. De az első sem volt rossz, abszolút nem volt rossz. Hát nem volt rossz, hát unatkozni nem unatkozhatunk, szóval ez egy olyan mérkőzés, ahol nem is lehet unatkozni. Hát nem lehet, nem lehet. És Lukaku, akire itt még talán nem figyeltek eléggé a spanyolok, na már most rá 60 percben lehetett ott látni az oldalvonal mellett, nagyon-nagyon ugrált, külön védekezést kér, külön védőket kér Romero Lukakura, kettő védőt állított rá Luis Enrique. Mert Lukaku tényleg annyira fizikális, annyira erős csaterő, ha egyszer kiugrik, lehet, hogy mindennek vége. Hát vége a dalnak, azt tudjuk. És viszont az 50. percben mi történt a belga válogatott védelmével? Nem tudjuk, de ugye azóta megtudtuk a legfrissebb hírekből egyébként, hogy Dinayen megsérült, meghúzódott, egyből le is cserélték, ugye rá néhány percre jött Boyata, most már ezt is tudjuk, hogy húzódás állt ennek az okán, hogy ő itt ennyire lemaradt, különösen ő. De az 59. percen Lukaku. Az meg a kapupát is érintette. Hát ugye Lukaku kikötött a kapuban, de hát az nem gól. Hát sajnos azt még nem vezették be, hogyha beleszáll valaki a kapuba. Aztán 68. perc, Rodri, tényleg sorra jöttek a csapatok. Futó szalagot szállították a helyzeteket mind a két oldalon. És egyik sem talált kaput. Az utolsó perc, hát ez megúszta Unai Simón. Nagyot védett. Nagyot is kellett védenie. Bele sem erre gondolni, mi van akkor, hogyha ezt a labdát Lukaku találja el. Akkor nagyon nehéz dolga lett volna. És jön Eden Hazard. És jön Eden Hazard. Méghozzá a tesó helyére. Thorgan Hazard helyére. Itt viszont nagyon nagy instrukciókat mond Martínez. Igen, mert legszel viccel is pályára. Ne sérüljön meg, mert utána nagyon nehéz lesz, hogyha a következő meccsen nem számít rá, akkor az egyik kulcsemberét elveszítette. Hát ugye a sajtóhírek tényleg arról szóltak, és Kurta is azt mondta, hogy reálisan 10 napig nem fog tudni pályára lépni Hazard. Ő vállalja a játékot, kockáztat, és egyébként Axel Witzel is Dendonker helyén pályára lépett. De egyébként már láttunk olyat, hogy Fiola is sérülten vállalta a norvég focsejtező visszavágóját. Júj, ott közben mi történik? Itt meg mi történik közben? Igen, egyébként abszolút igazad van ezzel a fityós dologgal kapcsolatban. Lukaku. Na, nézzük, Lukaku, szép labdaszerzés, de marad a spanyoloknál a labda. Hát Rodri azért ott van a szeren. Egyébként a Puskás Akadémia, akkor még Puskás Akadémia játékos volt, és akkor már nem tudta ajánlani a következő NB1-es mérkőzést. Hát meglátjuk, hogy Hazardnak megérte a kockázat. Minden esetre egy nagyon nagy paszt ad De Bruyne-nek. De Bruyne-nek. Na nézzük, De Bruyne és... Lukaku! Lukaku-nak De Bruyne, most kell előlőni! Szöglet? Szögletet ítél. Szöglet lesz. Szögletet ítél. Szöglet lesz, mert a játékvezető is azt mutatta. És az asszisztens is sarok felé intett. Én jó, ugyebár a nézőknek már elmondtam egyébként a nyitó mérkőzésen is, hogy én is jó magam játékvezető vagyok. Másodállásban kommentálást vállaltam. Na nézzük, Mertens szöglete a 90, ez a 100. percben vagyunk most már. Igen. Mindez az fog történni, mint a törökök meccsen, hogy
111. percben szerez gólt valamelyik csapat? Meglátjuk, meglátjuk. Benne lehet egyébként. Még 20 perc, tiszta játékidő hátra van. És ha sokkal jobban, sokkal nagyobb elánnal jöttek ki a belgák, mint a spanyolok. Morata, Pablo Sarabia, Moratával az összjáték. Most gyakorlatilag elrejti a labdát, ezt a labdát most nagyon elrejti a spanyol csapat, becsülik. Hú, de jó az az összjáték, igazi tiki-taka! Fúha! Nem ért bele. Azt a mindent, hát azt a tiki-takát nézd meg. Spanyol módra. Hát hiába az Ruiz Enrique kérte, hogy tiki-takázzanak egyet ott a belga kapu előtt. Kis híján megvan a gól. És itt véget ér az első fél idő az... A hosszabbítás első fél ideje, de még nem, még engedi. Eddig engedte. Hát azt kell mondani, hogy ugyanaz a forgatókönyv, mint a török-ausztria mérkőzésen. Egy vannak helyzetek, de valamelyik csapat biztos, hogy gólt fog lőni. Nem biztos. Nem biztos, de lehet, hogy büntető párbaj lesz. Azt a mindenit, én már nagyon dörzsöm a tenyeremet egyébként, mert ha itt büntető párbaj lesz, az tényleg hihetetlen nagy izgalmakkal bírna. Nem büntető párbaj lenne. Na nézzük, Lukaku lejön a pályáról. Nem, fent hagyják természetesen. Na nézzük a második fél időt a 2x15-es hosszabbításból. Az utolsó 15 ezen a összecsapáson. Na nézzük. Nézzük, hogy lesz-e gól a Puskás Aréna búcsúztatóján, ami az EB-t illeti, persze. Nem lesz ez az utolsó meccs egyébként, amit kommentálunk majd a Puskás Arénából, majd hiszen következik majd a világbajnoki selejtező, az angolok, illetve az Andorra elleni mérkőzés. Persze. De maga az Európa bajnokság az itt ma búcsúzik Budapesttől. Itt ma búcsúzik Budapesttől, és hát reménykedjünk abban, hogy Magyarország is képviselteti magát egy kontinens viadalon úgy, hogy csak ő a rendezvény Meglátjuk. Annyi biztos, hogy most nem látunk a 111. percben gólt. Tehát a 111-ben már biztos, hogy nem lesz gól. Hát biztos a 120. percben biztos, hogy lesz. Nem biztos az. Miért vagy te ebben ennyire biztos? Hát mert benne van a csapatokban a gól, hát látom, hogy így akarnak menni. De általában mindig ilyenkor marad el az a gól. Én már azt mondom, hogy lássunk egy jó büntető párbajt. Nem tudom, hogy miért rögök, de Martin az levette az akóját, és most tombolva irányítja most a belgákat. Hát tényleg nagyon nagy a nyomás most már a csapatokon. 6 perc még. 6 perc van még hátra, és közelítünk a büntető párbajhoz. Most már Romelu Lukaku is szaladt hátra a saját 16-osa irányába, hogy védekezésben tudjon segíteni. Védekezés meg a büntető párbaj kiharcolása. Júj, nagy helyzet, Arzabal! Courtois! Azt a mindenségét. És indulhat még egy belga roham a 119-ben. 2 perc van hátra. Szerintem biztos, hogy lesz egy-két perc hosszabb. Nem, szerintem nem fog hosszabbítani, mert nem állt a játék, úgyhogy ez lesz az utolsó helyzet. Kasztány! Ha még engedi. Na nézzük. Nem hosszabbít, de ezt még elengedi. Na nézzük. Kasztány! Kapufa! Kapufa! És mi maradt ki? Kapufa! És ez a vége! 2x15 perc után büntető párbaj következik. Lukaku kapufája még ott volt a szeren az utolsó pillanatban. Most rövid pihenőre, most nagyon rövid pihenőre vonulnak a csapatok, az pont elég lesz arra, hogy megnézhessük, hogy mi történt itt most. Azt a mindenit! Kedves nézők, nem tudok megszólalni. Hát jó magam sem, ugye most az a rend, hogy meg fogjuk tekinteni a büntetőlövés előtt az összefoglalót, a büntetők után erre már nem fog sor kerülni, úgyhogy most még, míg mindenki higgadt, nézzük meg a mérkőzés összefoglalóját. Addig mindenki menjen ki a konyhába, intézzen el egy kis dolgot, az utána jelentkezünk a büntető párbajjal. Popcornt hozzanak, kólát, sört hozzanak, mert tényleg a java még csak most jön. És még egyszer mondjuk, ez a Puskás Arénának a búcsúztatója egyelőre. Hát az idegek harca fog jönni. Hát az a hirtelen halál, maradjunk annyiban. Ki bírja majd és vajon jobban a nyomást? Mennyi belga meg spanyol lehetőségek, itt volt a legnagyobb helyzet. Hát Morata ezt majáig nem értem, hogy puskáztál. Pedig szerintem át lehetett volna így emelni Courtois fölött. Igen, nagyon gyenge lövés volt, laposan. Egy ilyen kaliberű kapusnak ez. Laposra, hogy szokták mondani. Én nem akarom a kis csapatokat megbántani, de azt hiszem, ezt még az andorrai kapus is megfogta volna. Hát,
vagy talán még én, nem biztos, de amin én is potyákat védek be, de mindegy, ez nem ide való. Lukaku, hát megérdemelni a gólt. És az utolsó utáni pillanatban lőtt egy nem kis kapufát. Pedig ott lehetett volna. És az első büntető párbaj tehát a nyolcaddöntőben. Jó, magam már nagyon izgulok. Hát én is. Ott beszélnek, is. Itt beszélnek mellettünk a külföldi kommentártársak. Hát mindenki bizakodik most még. És ugye a 90. percben is eldönthették volna a belgák. Tényleg utolsó pillanatos csapat ez a belga. Azt mondja itt a belga kommentátor, akivel most éppen hozzám szólt, hogy a belgák biztos, hogy meg fogják nyerni ezt a találkozót. A spanyolok is nagyon magabiztosak itt mellettem egyébként, és ők mindenképpen lövetnének a képellet a Tójár Zabállal büntetőt. Hát meglátjuk, most már másodpercek kérdése is a büntetőponthoz állnak a játékosok. Még egy kis instrukció, egy kis taktikai értekezlet, még van egy kis... Igen, elmondják a kapusoknak is, hogy mi a szabály ilyenkor, hogy a büntetővonalról nem lehet elmozdulni a lövés előtt. Új szabályok, és itt látható az utolsó utáni lehetőség. Azt a mindent, két védőt is megelőz ez az óriási termetű belga, és Simon is tehetetlen lett volna. Inter játékosa nem tudta kihasználni a helyzetet. És eljött a drámai pillanat kezdete. Jön a hirtelen halál, azaz a büntető párbaj. Kezdődjön. Lássuk. Olyan rabát kezdi a spanyoloknál. Vele szemben Tibó Kurta. Na nézzük. Olyan zabá tehát. Olyan zabá, neki fut, neki készül. Belövi! Belövi. 1-0. Persze, hogy belövi. Előny a spanyol csapatnál. Jön Lukaku. A rendes játékidőben nem ment. Nézzük most. Lukaku kihagyja! Hihetetlen. Pont ő. Na nézzük. Sarabia. Na nézzük egy kis kotogós. Neki totyog. Belövi. 2-0. Előnyben a spanyolok. Eden Hazard sérülten is feljött. Hazard. Ő belövi! 2-1. Persze, hogy belövi. Na nézzük tovább. Morata. Morata. A kihagyhatatlant kihagyta. Ezt belövi! 3-1. Karnyújtásnyira a spanyolok. Na nézzük. Na nézzük, jó messziről. Belövi, Kasztány is betalál. Csereként jött ő is. Lukaku lehet a bűnbak. Eddig hibátlanok a spanyolok. Tiago, lehet, hogy Lukaku lesz a bűnbak. Hát Kurta a közel, de nem éri el. És most a hirtelen halál, ne felejtsük, ha De Bruyne kihagyja, vége. Akkor Spanyolország bejut. Na nézzük. De Bruyne belövi. De, ha ezt a spanyol csapatból Koke most a kapuba rúgja, Spanyolország tovább jut. Na nézzük, Koke. És tovább is jut. És Spanyolország tovább jut. És ezzel búcsúzzik a Puskás Aréna, kedves nézők, egy nagyon drámai mérkőzésen, egy büntető párbajjal, Spanyolország negyeddöntős. Hát nincs és is... Horvátország, Németország mérkőzésen dől el, hogy a németekkel vagy éppen a horvátokkal fognak játszani a spanyolok. Ennél talán semmi sem fájóbb, mint büntetőkkel kiesni. Ennél fájóbb nincs. És pláne úgy, hogy tényleg a 121. percben Lukaku a kapufát préselte szét. És ezzel búcsúzik a Puskás Aréna a nézőitől, a kedves szurkolóktól. Hát mindkét kommentár kollega nagyon-nagyon-nagyon bízakodó volt a büntetőlövést illetően. És a kommentátor itt mellettünk nagyon tapsolnak. De hát ki hitte volna? Ki hitte volna, hogy pont Romelu Lukaku fog hibázni? Egyetlen egy kihagyott büntető is megpecsételte a büntetőpárban sorsát. Így Spanyolország a negyed döntőben, Belgium pedig kiesik. A végeredménnyel búcsúzunk. Spanyolország, Belgium 0-0, büntetőpárbajjal 5-3. Viszont hallásra, viszont látásra.